Na hát, köszi az epilepsziára való figyelmeztetést. Nos, üdv, be vagyok tépve. Wow. Ú, de Just érzékeny az wow. egér. You are really weird and gross. Ó, And fluffy köszönöm. too. Welcome to Juice School. I am Mrs. Slithers. Today we are going to talk about juice. But first, a pop quiz. Starting now. First question. What is juice? A juice minden, a juice hülyeség. Na vajon? Wrong answer. Prepare to die. Hogy? Szar vagy, hát nagyon köszi. Pixelizáció. Hát ez nagyon jó, ez, amikor nem hordasz szemüveget. Nem érdekel a hülye kérdésed. Inkább rád válszak. Hoppá! Ez komolyan valami Luffy állatoknak a gladiátor viadala, vagy mi a fene? Juice is everything. It is all around us. Why are you here? Akkor is megölsz, ha most azt mondom, hogy lazítani akarok? Wrong answer. Prepare to die. Nem fogsz! Francba. Felfogtam, nem válaszolok rosszul. Csak engedj tovább. Na most beszorultam. Én meg a hülye ötleteim. Nem érdekel mi a juice, most éppen pucsitok az ablaknál, nem látod? Én is így menekülök az óráról. Illetve csak próbálok. To process and refine juice. Juice must flow. Hoppá! Okay. Just leave then. That's fine. Attention student. I said to stay away from that thing. It cannot be opened. Recess is over. Please report to class for your punishment. Okay. Tehát, hogy jelentkezek az osztályban a büntetésemért, mert kiugrottam az ablakon. Nem baj, inkább labdázok ezzel a pszichedelikus szarral. Oh, ha nyomva tartom, repülök, vagy mi a franc? Hát ez nagyon menő. Nagyon betépet játék, de nagyon menő. Na jó, megyek vissza. Büntess meg. Na akkor, hogy fölérjek ezekkel a mancsokkal, aztán isteni pofont osztogatok. Kész ostor. Na mi a helyzet? So you've returned. Prepare to die. Oh. Megtanulhatnám, hogy ezeket komolyan gondolja. Wow. Tanárnő, én most ilyen héliumos Luffy állat vagyok, jó? Is there any greater honor than lifelong servitude to the Juice Queen? Én már nem merek ellenkezni, én már engem megtörtél. No. Is there anything out there, in the fog? Van-e valami még odakint a ködben? Ez most egy beugratós kérdés? Nincs. No. Is the sky made of plywood? Mi? Nem. Definitely not. Így van. Okos vagyok. Test. Stay away from the far end of the playground. Oké, arról beszélsz ott, arról a szájfalról? Világos. Olyan furán mozog, és mégis annyira ámulatba ejtő. Hipnotikus. Mi van ott a tetőn? Láttam valamit ott. Gyorsan aktiváljuk a héliumos képességem. Egyrészt én mi az Isten vagyok, és miért tudok átmenetileg repülni, vagy elegánsan zuhanni, vagy nem tudom, minek hívjam ezt a szart. Hát, jaj, de mi az Isten vagy? Nagyon örülök neki, hogy jól érzed magad. Igen, láttam azt a játékot, már is megyek oda. Ó, energiába kerül, azt mondod, a repülés. Hát menjük erre, miért nem gondoltam korábban? Aha, látom. A sarokban az energia. Nem akartam, majdnem berepültem az órára. Nem akarok én itt oktatásban részesülni egy kígyótól, ami lézerrel likvidál a francba, hogyha netán ellenkezek. Hogyha nem olyan választ adok neki, amit ő akar hallani. Ezt nekidobom magam a sulifalnak, hát ha összeomlik. Gyere csak! Ez az! Mi ez a buzogány? What are you doing up there? I can hear your little feet. Még hogy hallod a kis lábaimat, tehát... Mint egy elefánt toporzékolna a háztetőn, olyan hangja van. Hív engem, világos. És mit tudok ezzel? Hoppá! De meg tudom lengetni. Csak olyan nehéz, hogy eldobom magamat. Na várjál. Megpróbálok repülni így. Hú! Júj! Hú! Igen, megvan, kösz. Meg kösz ezt a rohadt szívrohamot is. Magadat vered egy buzogánnyal? Irigylem az életedet. Mi? Te jössz? Nem, francokat jössz te. Vigyázzál. Hú! Gyere ide, adok még egyet.
Alaposan kiütöttem. Feje tetejére állt a világ. Lehet, hogy haldokolsz, az... Az... Mondjam azt, hogy bocs, az segít. Jó, hogy nincsenek itt vámpírok. Szerintem inkább a tanárnő miatt aggódj, lelézerezi a fejedet a helyéről. Vámpírok elveszik a juice-ot. Ja, a vámpírok nem léteznek. Ó, na hát, az ilyesmiket bírom, mikor azt mondják, hogy hát ez nem létezik, ilyen nem lehet, ilyen csak a mesébe van. De csak ki kell menni az utcára, és óriás pókokkal, meg ilyesmikkel találkozol egy fantazi világban, de nem, ilyesmikben ők nem hisznek. Buzogány nélkül? Vagy buzogánnyal menjek? Megmerém én azt kockáztatni? Hát, ha meg tudom verni. Ja, az lesz, én megverem a tanáromat egy buzogánnyal. Folyton lelövi a vesémet, hát szerintem megérdemli. Wrong answer. Ajaj! Prepare to die. Ne! Nem akartam most azonnal megütni. You are really weird and gross. Te sem vagy szebb. Úgy nézel ki, mint egy lenyúzott fasz. Egy kicsit nehéz irányítani ezt a lebegéses dolgot. Az sem segít, hogy úgy nézek ki, mint valami... nemi beteg fasír. Ó, baszki. Ez milyen harcrendszer, hogy el kell szédülnöm hozzá? Nagyon tetszik egyébként, amikor megnyomom a gombot, és így... És működik. Ennyi. Beszívott egy játék eddig, de tetszik. Pont az a fajta furaság, ami tetszik. Please report to class for your punishment. Vissza nem megyek a punishmentem, miért? Köszönöm. Amúgy is itt Lüketóninak sajnos éppen kitéptem a gigáját ezzel a buzogánnyal, szóval... Szerintem többért is meg kéne fizetnem, mint az, hogy megközelítettem egy szájas falat. Ez az! Elintéztem egy labdát a semmiért. Nagyon büszke vagyok most magamra. Oké, azt hiszem eleget gyakoroltam itt ártatlan dobozokon. Kell 100 juice? Mennyim van? Ja, hogy ott a sarokban? Aha. Student, back away from the door. Do not cross the threshold. Return to class immediately for candy. Ó, cukor, már is megyek. Várj, nem dőlök bennek. Worst student ever. Kösz a dicséretet. Meddig tart még ez az intro? Bruh. Csak véget ért. Igyak a juice kútból. Ó, hogy a juice-szal növelem a statjaimat. Mi? Oh, you smell good. Csodálkoztam, hogy mi ez a hang, amit hallok. Nem! Atyám! Nem! Te rohadt denevér, mi az Isten vagy? Azaz, köpje ki! És elszívta a csúszomat. Jó volt, te kis vámpír seggfej, ezért még bunyózunk. Oké, menjél csak. Szerencséd. See ya. Bye bye. Bye. Gyere ide, te rohadék! Add vissza a juice-om! Hát legalább a statjaimat tudtam növelni egy kicsit. Bár egy kicsit bánom, hogy nem az életerővel kezdtem. Mi ez a két lábon járó ánusz rózsa itt előttem? Nesze! Ó, oké. Szóval juice-t elszívom az ilyenektől, világos. Oké, ezt a segget is megettem. Hét a rókaképű, gyere csak! Ki vagy? Mint gondolsz, mit csinálsz itt? Na hát erre én is próbálok rájönni. Ó, megöltem egy segjukat, miközben beszéltem vele, hát ez is új. Nem tudom, mi ez a furcsa váltekerő tánc, amit csinálsz. Mi ez a sok segjuk itt? Nem lehet egy rókával beszélni, annélkül, hogy ne támadnának meg ezek az ánuszok. Na most már békén leszek hagyva? Ez történik mindegyikkel. Micsoda fülhallgató volt ez. Na most már... Jaj, nem akartam!
Most egyedül azért nem akarlak megölni, mert ezelőtt barátságos voltál hozzám. Ó, értem, szóval sírköveket is hagyjam békén, világos. Na, ha ezt így folytatom, kimaxolom az összes statomat, mert kimegyek ebből a szarhelyből. Csillagképet tetoválok az arcodról, te féreg, gyere ide! Meg is iszlak. Hazafutás, yeah! Ebbe kezdek nagyon belejönni. Hogyha random hadonászni kell ész nélkül, az nekem nagyon megy. Francba? Na jó, mégse annyira ész nélkül kell ezt. Ó! Koponya sisakot találtam. És az a tábla mit akar? El kell raknom a fegyvert, mert egyenesen halálos vagyok NPC-kre. De oké, jó, felfogtam. Nem lehet egy rendes párbeszédet elolvasni anélkül, hogy... Ne jönnének seggfejek. Ezt annyiszor elmondtam, már nem vicces. Az ott egy bépózütő. Na várjál csak. Há! Lobálom itt a falloszom a fákra. És leverem a koalákat róluk, ahogy látom. Ajaj, ú, mennyien vagytok! Oké. Hopp! Ez mi történt? Ez mi? Elfelejtettem fogalmazni, most úgy meglepődtem. Na jó, vissza a buzogányomat. Az még pont megfelelő méretű ahhoz, hogy tudjam rendesen lengetni. Főleg azért, mert megöltem bele egy óvodást. Szépen kiegyenlítem itt a statjaimat. Az igen! Az ilyet szeretem, mikor így lehet közlekedni, ilyen gyorsan. Te aztán ijesztő, hogy faszopó vagy, mondtam már? Igen, barátok lehetünk. Oké, van egy szalma kalapom. Nagyon jó. És ezt bánod, ha elviszem? Azért megjegyzem, hogy a buzogányomat itt hagytam, mert ebben kéne egy tesztkör ezzel az ananásszal. Oké! Erre nem számítottam végképp, hogy ez egy rakéta, vagy ágyú, vagy nem tudom. Ágyunász. És mi van, ha én ezt autoklikkerrel használom? Nézzük csak. Ez komoly. Hát ez minden, csak nem precíz fegyver, ellenben a pusztító ereje az valami legendás. Gyere csak! Van egy ananász BFG-m? Hogy? Ez olyan abszurd! Én vagyok itt a szalmakalapos Armageddon. Monster level? Hm? És miért lett sötétebb a kép? Ez kezd ijesztő lenni. Mondjuk célozni elég nehéz ezzel. Mármint amíg kontrollálom, addig működik, de ha levegőben vagyok, akkor aztán mindent szabad. Open trapdoor. Valamiért én ezt nem akarom. Jövőbeli énemből juice. Én most megettem a seggem. Az, ami szolos, golyalábas vámpír. Megiszlak. Nálam van a Get Down fegyver. Bocs, nem félek tőled, mert van egy atombombám. És miért van dallam, amikor repülök? Kicsit sem creepy. Te egy híres felfedező vagy, mert elhiszem azt. És ezt nekem karddal kéne lenyomnom, vagy buzogánnyal? Köszönöm. És az a vicc, hogy nincs lőszere, tehát ameddig nekem ott staminám van... Úgy lövök, ahogy akarok, és ez autoklikkerrel, ez... Úristen! Whee! Még egy szökőkút, akkor ez gondolom checkpoint. Mondjuk a tanárótól nem ölt meg semmi. Én zenét hallok, ez nem jó. Mi ez? És miért hangosodik? Ez nem is zene, ez egy... Mi? Menj innen, mi vagy? Automobil, ki nem találhattam volna. Miért van két szökőkút ilyen közel egymáshoz? Mi ez, Dark Souls 3? Hát ezzel az ananásszal egy kicsit késznek érzem magam arra, hogy megküzdjek a démonnal a pincében. Vagy bármi is van odalent. Szak. Pánikgomb! Túl sokan vannak.
Kéne egy szökőkút, de... Most olyan jó lenne. Hú, mi van odafönt? Ah, hello! Ugyes voltam, nagyon szépen, köszi. Köszi, hogy odaadod az ananászod, de szerintem van nekem. Nem baj, kitartást a táblának, én megyek tovább. Mert a tábla életveszélyes sérüléseket kapott, ahogy ő mondta. Ezek a mondatok egyre érdekesebbek, és omladozik szépen a fal. Azt hittem ennél betépettebb már nem lehet. Na gyere csak ide! Miért vagy te ilyen magas? Az ananász szórommal aztán nagyon végzetes vagyok. Jó, hát ebbe a portába. Mi baj lehet belőle? Most egy kicsit zavarban vagyok. Akkor lemegyünk még egyszer. Akkor ide le? Ajaj, ennek nem lesz jó vége. Inkább repülni kéne. De most már nem tudok repülni. Oké. Akkor bármi is jön, tárt karokkal fogadjuk. Kreátor. The cat, Dranting. You finally found me. Congratulations. Time to die. Nem érdekel, mit magyarázol. Szarál, lőlek ananásszal. Good to see you again. Mi az, hogy újra? You finally found me. Dögölj már meg, kussoljál meg minden. Elszívlak. Ez az. Leszívom az Istent. És mindig beszél. Na végre. Oké, szóval ez elvileg egy boss volt. Oh, hello. De rég láttalak. Milyen cuki sapkád van. Oké, szóval talán ő berágott, mert leléptem. Érthető reakció. Jól sejtem, hogy amúgy vissza kéne repülnöm a suliba? Mert meg lesz az, amint fölfejlesztettem magam eléggé. Ezt tetszik, hogy a sebességtől függ a dúdolás. Még egy óriás. Ez már nagy, fekete és fenyegető. És ezt a kontextusból kiragadva igazán rasszistának fog tűnni. Super ripped guy. Mász ki a számból, fiam. Nincs itt semmi. Még. Olyan magányos vagyok. Az már se, kérem. Jaj, ez a hang. Nagyon szexuális volt, köszönöm szépen, ez kellett a fülemnek. És ha csak simán felrepülök. Ó. Itt egy óriási laszti. Én azt hiszem pont, hogy egy ilyesmiből estem ki. Ismerősek a színek. De nyílást nem látok sehol. De most kirepültem a Juice űrbe, vagy mi a franc? Ez furcsa, ennek még ilyen gyűrűje is van. Miért van itt szökőkút az összes hely közül? Ó, én innen repültem ki. Aha. Oh, hello. Ugye nincs harag? So you've returned. Did you enjoy yourself? Have you seen what you wanted to see? Recess has been over for a long, long time, and you didn't even ask to leave campus. You are in so much trouble. Prepare to die. Oh, jó, 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 mi a franc? Oh, that usually works. You've been drinking the juice, have you? Igen, igen, very készültem. Good. Well, okay. There is more than one way to correct problem behavior. Menj innen! Kicsit ijesztő vagy, de csak egy kicsit. Na gyere, csak gyakoroltam. Az igen. Students, nap time is over. There is nothing in the fog. Hát valóban nincs semmi a ködben, mert rohadtul untam. Egyedül egy kreátort töltöttem meg, vagy háromszor. Meg vagy tancsi! Gyere ide, megiszlak! If this is the way it must be, then let it. I only wanted to teach you the true meaning of juice. But you are not ready. No one is. Long live the juice queen. I'm going to take a long nap now. Don't bother me. Ó, most egy kicsit sajnálom őt. De akkor is. Az irónia, amikor a kígyót lenyelik egészbe. Ez a hely már-már nosztalgikus. Na, menjünk a Juice portába be. Ó, oh, és visszatértem ide, jaj, de jó nekem. Téged azért, mert beszóltál. Mert nem tudom, miért csinálom ezt. Most egy kicsit rosszul érzem magam, de van egy menő baseball sapkám.
Már olyan durva az energia regenerációm, hogy nem fogy egyáltalán, ahogy repülök. Illetve nagyon-nagyon keveset. Nem is érdekeltek, csak farmolni jöttem. Utána olvastam, és mindent értek, a játék még nincs kész. Amúgy a játék készítője... Fishlika. Ez meg mi a fene? Okay, szóval van itt egy WC pumpa, fantasztikus. Megnézem, ez a kenőkés egyáltalán jó-e valamire. Hát zenélni tudok ezzel a kutyával, de semmi más. Hoppa! Honnan van nekem ennyi juice-om? Elvileg ez a legerősebb fegyver az egész játékban. Mondjuk ezzel vitatkoznék. De nem. Nem tudom elintézni. Azt hiszem, elértem mindent, amit lehet. Már csak egy dologra vagyok kíváncsi. Hogy vajon tényleg rétegelt lemezből van-e az égbolt? Ezt a tudomány érdekében. Egy bolygó mellett már elhaladtunk. Egy ideje nem látok semmit. De repülünk tovább akkor is. Ki fog derülni ez az igazság? Ha! Felnyílt a szemem! Mindig is tudtam, hogy hülyeséget tanítanak a suliban. Engem már többé nem lehet átverni. Most, hogy tudom, hogy nincs kész, így már nem is nagyon keresek titkokat, hogy hol lehet még. Minden esetre ez a játék érdekes, finoman szólva. Ha esetleg ez a játék fejlődik valahova, teszek még egy kört. Mert furcsa mód élvezetes, amilyen beszívott. Na mindegy, addig is. Ciao.